családi eseményekről, iskolai ballagásokról, esküvőkről, vallási és kulturális rendezvényekről is készítettek fotókat a korabeli fényképészek Dombóváron és a környező településeken a 19. század első felében. Nagy volt az igény a fontos pillanatok megörökítésére, meséli Müller Ádám, múzeumvezető. Ebben az időben még vándorfényképészek jelentek meg a településeken, tehát egy időszakos jelleggel feladták hirdetéseiket ott, ahol éppen volt helyi sajtó, és általában mindig odafigyeltek, hogy olyan hirdetéseket adtak fel, mert magukra fel tudták hívni a figyelmet. Sőt, például, hogyha most a megyéről beszélünk, Szekszárdon, ott is van időszak, amikor nyilván megyeszéken nagyobb település, több fényképész működött egyszerre. Még olyan is volt, hogy szinte egymásra licitáltak a hirdetéseikkel, és konkurenciát jelentettek egymásnak. Borgula Vilmos szekszárdi fényképésztől tanulta meg a szakma gyakorlati részét Koncz András, aki 1929-ben későbbi feleségével együtt Dombóvára költözött. Tehát 29-ben már itt megjelennek a településen. Nagyon lényeges dolog, hogy már egy bejáratot, tehát ezért fontos ez, hogy nem egy új helyen jelentek meg először, hanem Leit Rezsőnek a címén, tehát valószínűleg volt már egy vevői kör, volt egy érdeklődői kör, és ott kezdték meg a munkát egyébként. Ami a birtokunkban az első fotó, amit már Koncz András készített, az 1929. augusztusában készült, amikor szentelték az Újdombóvári iskolának a harangjait. Tehát az első fotónk, ez egy nagy tablón van, több fotó erről az eseményről, ezt már tudjuk. Ezen a helyen ők nem tartózkodtak sokáig, hanem átmentek a Hunyadi tér 2-es szám alá. 1938-ban aztán új helyszínen a Petőfi utca 15 szám alatti családi házban alakította ki műtermét Koncz András. A műtermi fényképezkedés mellett, vagy fényképek készítése mellett ő is részt vett az összes olyan eseményen, ami az akkori település szempontjából lényeges volt. Hát kiment vidékre is, így hirdették meg, ott általában egyébként a fényképészek ezt megtették. Ez most akkor talán ő nem is gondolt arra, hogy nekünk ma ennyi év elteltével mennyire egy fontos dolog, hogy nem csak portréképekkel találkozhatunk az ő munkássága kapcsán, hanem az összes olyan helyi esemény, ahol akár csoport, egyletek, ugye azt se felejtsük el, hogy nagyon nagy közösség élet volt ebben az időszakban, tehát kezdve a különböző vallási felekezetekhez kapcsolódó eseményekhez, de a műkedvelő egyletek, az iskolai előadások, a tablóképek, tehát gyakorlatilag minden olyan esemény, ami kötődik egy településnek a múltjához, tehát az ő nevével találkozhatunk. A fényképészmester munkásságát széles körben elismerték, több kitüntetést is kapott. A szakmát felesége is elsajátította, ő vitte tovább a vállalkozást, amíg Koncz András katonai szolgálatot teljesített. Több fronton is harcolt, tehát Erdélyben is, illetve a délvidéken is. Akkor nyilván egy háborús helyzetben a felesége, Nagy Lola, ahogy itt a helyben ismerik, ő vitte tovább a vállalkozást, mert eddig ő működtette. Ráadásul nem volt könnyű dolga, ugye, a háborús helyzetben is, illetve pont a háború miatt vannak időszakok, lehet látni a leltárkönyvben is, amikor nagyon sokan jöttek, és nagy számban vidékiek már katonaruhában, családdal, kisgyermekkel fényképezkedni. A Dombóvári helytörténeti gyűjteményben jelenleg nagyszabású rendszerező munka zajlik. 2020-ban Czirher György vállalkozó a gyűjteménynek adományozott jelentős tárgyakat, tehát tárgyanyagot Koncz András hagyatékából, illetve letétbe helyezett nálunk egy, mondhatom, hogy elképesztő, nem túlzás mennyiségű fotó, tehát üvegnegatívot és filmnegatívot is. Tehát nagyjából olyan 7000 darabra tudjuk most így megsatszolni, hogy így mondjam ennek azt a darabmennyiséget, illetve hát a dobozok alapján, amiket leltározunk, rendszerezünk, látjuk, hogy körülbelül 7000 darab negatívról van szó, és itt nem csak Dombóváról van szó, hiszen rengeteg vidéki személy jött be a környező településekről, de még találunk még Budapestről és még Hajdú-Bihar megyéből ide érkezett személyeket is fotózni. Tehát mi arra is gondoltuk itt a feldolgozás után, most egy bizonyos tematika mellett haladunk, nyilván jelesebb személyek, olyan események, amit tudjuk, hogy számunkra érdekesek, de emellett azért már kikacsintunk, és ha látunk olyan fotót, ami vagy a fotótechnika, a beállítás, vagy mondjuk a viselet miatt érdekes, akkor ezeket már most feldolgozzuk. De maga a különböző településekre, az majd a kutatásnak egy későbbi iránya lehet, és én azt gondolom, hogy ezzel a kis településeknek a múlt kutatásához is hozzá tudunk majd járulni, hogy egyszerűen fogjuk és megnézzük egy-egy településenként, hogy kik jöttek ide, hiszen rendelkezünk a leltárkönyvekkel, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen önmagában nem csak a negatívok vannak meg, hanem pontosan tudjuk, hogy mikor készültek ezek a felvételek, kik vannak rajta, vagy ha éppen
nem azonnak a neve szerepel a könyvben, aki rajta majd, hogy kikészítette, és akkor ez alapján már el tudunk indulni. Tehát én nagyon bízok abban, hogy ez sok mindenkinek fog majd örömet okozni, tulajdonképpen ez lenne a célunk vele. Koncz András 1975-ben halt meg, ezt követően unokája Vég Zsuzsanna vitte tovább a nagyapja nevével fémjelzett vállalkozást. A Petőfi utcai műteremben egészen 1987-ig kattogtak a fényképezőgépek. A negatívok feldolgozása után a Dombóvári helytörténeti gyűjteményben a tervek szerint egy kiállítást is szeretnének rendezni Koncz András válogatott fotóiból.